Szeretettel köszöntöm a irodalombarátokat, akik megjelentek, és köszönöm, hogy eljöttetek. Megköszönöm Hol Zsuzsa művésznőnek és Sárosi Tünde tanárnőnek, hogy elvállalták a felkérést, és most átadom Tündének a szót. Nagyon sok szeretettel üdvözlünk minden kedves érdeklődőt, Magyar Miklós, Én szegény Villon című kötetének a hivatalos bemutatóján. Ma egy olyan utazásra hívjuk Önöket, ahol Franciaország középkori utcáit idézzük meg, és a költészet és egy nagyon kivételes költő életébe és varázslatos világába repítjük majd el Önöket. Magyar Miklós, Anna kiadónál megjelent művében François Villon életének és költészetének nagyon különleges pillanatait tárja majd elénk. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm körünkben a szerzőt, irodalomtörténészt, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, professzor emeritus Magyar Miklóst és Hol Zsuzsanna színművésznőt. Mai beszélgetésünk a szerzővel egy előre egyeztetett forgatókönyv alapján, kérdéssor alapján zajlik majd. Ez a felolvasandó versek kijelölt helyének okán történik így. François Villon a reneszánszkor, korai reneszánszkor, vagy a késői középkor egyik legrejtélyesebb alakja volt. És hogyha megnézzük, hogy milyen élete volt, akkor azt mondhatjuk, hogy ugyanolyan ködös és színes volt, mint versei és műalkotásai. Pap volt, költő, rabló és csavargó, és ugyanakkor az emberek hangját megszólaltató szószóló, akinek a művei így fél évezred távlatából is mindenképpen megigézik és elvarázsolják az olvasóikat. A szerzőtől, Miklóstól kérdezném, hogy hogyan kerültél kapcsolatba Villonnal? Ez, azt mondhatnám, hogy természetszerűleg francia-magyar szakot végeztem Debrecenben, és ott természetesen tananyag volt Villon, és valahogy azonnal megszerettem, mint hogy megszerettem a középkor irodalmát és középkor művészetét is, és már több mint egy évtizede foglalkozom Villonnal, és készültem egy monográfiával, és amiközben írtam, kiderült, hogy Villonról, annak ellenére, hogy Magyarországon az egyik legnépszerűbb költő, Villonról nem készült monográfia. Ezt nem akarta elhinni a kiadóm se, ő is utána nézett, én is utána néztem, és akkor kiadta az Európa Kiadó 2020-ban, az Akasztófa árnyékában François Villon című monográfiámat, és utána folytattam a kutatásokat, és az élet és irodalomtól kezdve számos folyóiratban, internetes felületeken megjelentek tanulmányaim, és ezeknek az átdolgozásával és összerendezésével készült el ez a mostani kötet. Én szegény Villon, ez a kötetnek a címe, amely egy tanulmánykötet és elemzéseket tartalmaz. A költő életének és művészetének eddig még nem vizsgált különleges aspektusait és vonatkozásait tárott fel ebben a műben. De honnan a cím? Miért beszélhetünk szegény Villonról, hogyha beszélhetünk milyen értelemben szegény ember Villon? A szegény szót két értelemben használjuk, és Villon mind a két értelemben szegény volt. Szegény szülők gyermeke volt, apját nem is ismerte. Édesanyja egy hívő, templomjáró, majd a verséből fogjuk látni, szegény asszony volt, és Villon a verseiben az egész verse, tehát élete során írt verseiben, a Kis Testamentumban, a Nagy Testamentumban is mindig én szegény Villonnak nevezte magát. Ez rögtön az első verseiben azt így kezdi, én koldus botra nem volt,
koldussorban nevelődtem, szegény ember szegény fiának, apámnak sem volt pénze bőven, sem jó orásznak, nagyapámnak, gondok, bajok nyomukban jártak. Azután azt írja, amikor az Ének a szeretőjéhez című versében, amikor arról panaszkodik, hogy megcsalta a szerelme, fondorlatos lány, néked hinni kár, rám mosolyogsz, de mosolyod, mit ér? A te szerelmed vasbilincsbe zárt neved hallatán halálszere ér, családságodtól megdermed az ér, ó titkonsebző, gőzös szemsugár, így veszted el, ha közeledbe fér, szegény legény, ki irgalomra vár. Azután szegény Vion hogyan szabadulhat a fogságából, ebben a Levél a börtönből című versében írja, hogy ti veszni hagynátok szegény Vion-t. Azután a nagy testamentumnak a végén írja, itt véget ér testamentumom, szegény Vion könyvét lezárja. De az akasztottak balladájában is ugyanúgy előjön. Testvéreink, kik még a földön éltek, szegény fejünkre ne mondjatok ártokot, és így tovább, és így tovább. Tehát a szegény Vion cím azt hiszem indokolt. Tudjuk, hogy Vion a Sorbonne Egyetem végzett diákja, és így egy felszentelt pap is volt. Értelemszerűen a vallás megjelenik elég markánsan az ő költői életében. Hogyha a verseit olvasok, akkor azonban ellentmondásban tudunk ütközni ezt a témát vizsgálva. Milyen ellentmondások ezek, és milyen kapcsolatban állt Vion a vallással? Valójában jó kérdés, olvastam is a kérdést természetesen. Tehát ellentmondás volt, de nem csak Vionnál, hanem már a középkori embernél. A középkori ember ugyanis milyen vallásos volt, és elsősorban istenfélő. Féltek a pokol tüzétől, és attól várták a mennyországba jutást, hogy templomba jártak, és de ugyanakkor a bigott vallási dogmákat támadták maguk az egyszerű emberek is, és Vion ugyannál ugyanez az ellentmondás van. Tehát ő maga vallásos volt. Nem, hát a Sorbonnak valamennyi hallgatója felszentelt pap lett, tonzúrát és papi süveget viseltek, és azt megjegyzem, hogy amellett minden egyetemistának ott voltak ki, és az övében, de ettől függetlenül, tehát anyja naponta vitte a templomba, és imádkoztak, és Vion milyen vallásos volt, ugyanakkor a papoknak az álnokságát sorozatosan verseiben kigúnyolta, és többször összeütközésbe került, például a Notre-Dame papjaival, a nevelő apja ott volt kanonok, és vitába került az ottani papokkal, és Vion védelmébe vette természetszerűleg. Tehát, és sorozatosan kikelt az egyház ellen, és tehát a maguk ellen, a papok ellen, és ironikus verseiben olvashatunk erről, talán még lesz róla szó. És az anyja vallásosságáról azt hiszem, hogy most hallunk majd egy szép verset. Az egyik legszebb vers, amit olvastam, és az anyáról az egyik legszebb megemlékezés, a másik, itt zárójelben jegyzett meg, Eszterházi Péternek a Szív segédigéi. Aki nem olvasta, tessék elolvasni, mert gyönyörű. Így van, tehát Vion édesanyjának a kérésére írt versét hallgatjuk meg. Ének, melyet Vion anyja kérésére szerzett, hogy azzal könyörögjön mi asszonyunkhoz, és talán a különlegesség ennek a versnek még az, hogy az ajánlása egy akrosztikon, ami azt jelenti, hogy a sorok első betűjét összeolvasva Vion nevét kapjuk.
ki égenföldön tartó trónusod, s pokol fertőjét fennemülve nézed, szent szűrű, nevesd meg az alázatos, tiéd közé bocsát bé a vétes. Bármi esendős, gyarló és erénykes, és lelkem bármi sok teher nyomasztja, száz annyi a te irgalmad malasztja. Kinek te kincsed ingyen nem adod, az mennyben nem jó, esküszöm szavamra. Egyikben élek, egyikben halok. Mondd meg fiadnak, hittel áldozok, s váltságot én csak általa remélek. Adjon hát nékem bűnbocsánatot, mint amaz egyiptomi nőszemélynek, s mint Teofilnak, kit nem vert ítélet, bár önként szánta lelkit a pokolra. Te úr, hogy én ne bukjam én botolva. Ó szűz, kiben tisztán fogantatott az ő szent teste, az oltári ostya. E hitben élek, e hitben halok. Én csak szegény kis vénasszony vagyok, oly együgyű, a betűhöz sem értek. De templomunkban, festve, látom ott, hogy zeng a mennyben, lancó, hárfa, ének, míg a pokolban hárhozottak égnek. Ez elborzat, az áld reményt végezve. Te vigasztalj, és te emelj magasba, mi asszonyod. Hiszen te hallgatod a bűnöst is, ha benned van bizalma. E hitben élek, e hitben halok. Ajánlás. Viselted őt méhedben, Isten anyja, Isten fiát, ki trónját otthagyva, lelkét miértünk szolgaságra adta. Leszállt a mennyből, s veszmény nem hagyott. Ontotta vérét, értünk élve, halva. E hitben élek, e hitben halok. François Villon verseiben nagyon gyakran a nőkkel való kapcsolata is megjelenik. Szerelmei, csalódásai értelemszerűen formálták az ő költészetét és műveit. A Ballada a Párizsi Nőkről című művében még a francia asszonyoknak a kimagasló érdemeit dicséri, amikor azt mondja az utolsó sorokban, nincs jobb, mint a párizsi csőr. Miben különbözik ez a ballada a később megjelent nőkről szóló verseitől? Igen, hát ez a nincs jobb, mint a párizsi csőr, szállói gévé vált, mint annyian ismerjük. Villonnak ez az egyetlen olyan verse, amely ilyen könnyed és mondhatni vidám hangulatú. A többi valamennyi verse bánatos, mert szerelmi megcsalattatásairól szól, vagy pedig olyan verse, ami hát bordéházi élményeiből született. És még érdekessége, hogy meg fogjuk hallani, a magyar nőkről is szól. Igen, tehát a következő versnek az érdekessége az, hogy a magyarok is megjelennek benne. Ballada a párizsi. Ballada a párizsi nőkről, Szabó Lőrinc fordítása. Bár Róma, Florence és Velence nője is édesen fecseg, ha visz, tökéletesen az öregje, szerelmi üzeneteket. És bár a Lombard is hízeleg, s mind, aki a pó felől jött, genciek is kedvesek, nincs jobb, mint a párizsi csőr. Mondják, néz a nápolyi nyelve, s a német is nagyon pereg, spanyol és egyiptomi szende egyforma szépen csicsereg. Maguk köz, bármelyik lehet, magyar, vagy más is legelől, angolok és aténje, nincs jobb, mint a párizsi csőr. A breton és a svájci gyenge, Gascogne és Toulouse is beteg.
A pötiponnal feleselve túlcsivognál mindegyiket két ügyes kis nő. És jöhet Kali és Alszász hölgyeiből akármilyen vidám sereg, nincs jobb, mint a párizsi cső. Ajánlás. A szép beszédben nem vihet pálmát senki Párizs elől. És bár jó, akad rengeteg. De nincs jobb, mint a párizsi cső. Úgy tűnik, hogy Vionnak azért voltak tapasztalatai ezen a téren. Mit tudunk az ő szerelmi történeteiről és szerelmi életéről? Ez eléggé még mai napig is homályos. Még az sem biztos, hogy úgy hívták azokat a nőket, akiket megnevez, ahogyan megnevezte. Volt egy Márt nevű, Márta, és volt egy Kató, Katrin, és mai napig vitatkoznak azon a tanulmányírók és a kutatók, hogy ez a két nő ugyanaz volt, vagy pedig két külön személy, ez a verséből igazán nem derül ki. De ennek nincs is jelentősége, annál inkább, hogy beleszeretett ebbe a Vosser Katónak által nevezett hölgybe, aki, mint egy másik verséből kiderül, megcsalta és megverettette. Mert olyannal csalta meg, aki gazdag volt, és az én szegény fiam pedig hát ugye bánatoskodott, és erre azt írta, hogy adjő, elmegyek Anzséba. Na most ez az elmegyek Anzséba azt írja, hogy szerelmi bánata miatt megy el, és már ezt nem bírja tovább, elmegy Anzséba. Csak hogy itt az a bökkenő, hogy néhány kutató megkérdőjelezi ezt, és azt mondja, hogy hát nem azért ment Anzséba, hanem azért, mert kirabolták a navarrai kollégiumot társaival. Ami tény, igaz, hogy egy karácsonykor eldöntötték, és ő maga volt az egésznek a megszervezője, kirabolták ezt a gazdag kollégiumot, és akkor úgy gondolta, hogy jobb, hogyha kereket old, és elmegy Párizsból. Itt a saját kutatásaim alapján én is emellett tehát ezt gondolom, annak ellenére, hogy egy Süpek Otto nevű kitűnő Vion kutató, aki fél életét Vion kutatásának szentelte, nem írt monográfiát, de írt egy kis könyvet, a Kis Testamentum keletkezése. Süpek Ottónak hívták, az egyetemen volt professzor az ELTE-n, és ő azt írja, hogy ő valójában tehát elhitte azt, amit Vion írt, de hozzá kell tenni, hogy amiket Vion verseiben írt, annak nem mindig kell hitelt adni, éppen ezért bonyolult a Vion életét felfedezni, mert ugye anyakönyvi kivonat sem volt, azt sem tudjuk pontosan, hogy valójában akkor születette, amikor írja, hogy 1431-ben. Feltételezik, hogy ez 32 volt. Azután még a nevét sem tudjuk igazán, a François Villon, a Villon az egy Guillaume de Villon nevű távoli rokonának a neve, amit felvett. 7 éves korában anyja, aki nem tudta volna ellátni, egy távoli rokonának, egy kanonoknak a gondjaira bízta, aki úgy nevelte fel, mint a fiát, és Villon úgy szerette, mint az apját. Azt írta, hogy apánál is jobb apám. És tehát 3-4 féle nevet jegyeztek fel a Sorbonnak a diplomáján. Montcorbié van, tehát különféle neve volt, úgyhogy nem, ezért is nehéz Villonnak az életével is foglalkozni, és végleges mondani, meg különösképpen kockázatos. És akkor még azt is megemlíthetjük, hogy azt sem tudjuk, hogy mikor és hol halt meg.
Az meg végképp nem csak eltűnt. Visszatérve egy picit a szerelmi életére, ugye értelemszerűen akkor ezek a hatalmas csalódások is hatottak az ő költészetére, és valószínűleg, hogy itt változott meg a nőkhöz való viszonya, és a balladáiban ez nyomon követhető. Az egyik legismertebb balladáját Vastag Margóhoz, Grosz Margóhoz, vagy Duci Margóhoz írta. Ki volt a költő életében Vastag Margó, és milyen szerepet játszott? Vastag Margóról azt állítja a kritika egy része, hogy létezett, élt, és Villonnak a szeretője, és kitartója volt, nem kitartottja, nem kitartója. És Villon a Vastag Margóhoz című balladájában arról ír, hogy hát együtt éltek, és hát jókat ettek, ittak. Mások azt mondják, hogy az Vastag Margó nem létezett, ez egy kitalált személy. Egy biztos, hogy volt Párizsban, Villon idejében egy Vastag Margóhoz címzett bordélyház. Tehát ez az bizonyos, ez feljegyezték, de hogy Vastag Margó létezett vagy nem, az is bizonyos, hogy Villont, ha nem a kocsmákban, akkor bordélyházban lehetett megtalálni otthon soha. Ezt is feljegyezték, és hát ez mindent elmond azért az ő kalandos életéről. És hát voltak éppen ez a vers egy... a középkori verseknek a paródiája, a lovakkori költészetnek a nő egy ideál volt, akihez udvarolni kellett hosszasan, még kegyeibe fogadta a lovagot, és az elején, majd meg fogjuk hallani, ő is így kezdi, tehát udvarlással, de utána átcsap egy eléggé közönséges és vulgáris hangnembe, tehát itt fordul, hát a Faludi ezt a verset is majd később meg fogjuk látni, amikor Faludiról beszélünk, hát ezt a verset is hát voltak éppen úgy fordította le, hogy nem lehet rá ismerni. Akkor most meghallgatjuk a Vastag Margóról szóló balladát, ahol ehelyett a fehérbőrű, csinos és kecses nő helyett egy prostituált leírását fogjuk hallani. Villonról, meg a Vastag Margóról szóló ballada József Attila fordításában. Ha szeretem a szép lány szolgamód, hát nem kell azért bugrisnak vélnetek. Javai finom óhajra valók, csókjáért kardot, pajzsot viselek. Fazekat lopok, ha emberek jönnek elétek borép csendesen, kerül gyümölcs, meg saj, és ha rendesen fizetnek, mondok, jó licsek bizony. Csak jöjjenek, ha dörgésük leszene bordéba, hol szállásunk vagyok. De megvannak a víjogó bajok, ha pénz nélkül jön Margó hálnyel. Szívem halálra gyűlöli. Fogod mindjárt kabátot, szoknyát, réklidet, gyapjú gyanánt a zálogba vihet. És kezét csípőre téve, s bőg nekem az Antikrisztus. Hogy Jézusra, nem, ő nem teszi. Hát jól képen kapom. Az orra fölött forja kézjegyen. E bordéban, hol szállásunk vagyon. Majd megbékülünk. Szellent rám nagyot, dagadtabb, mint a dongó. Fölneve, tombom csapkodja, gogóz meg gagyog, öklével bírizgálja fejemet. Mint bunda alszunk, lévén részegek, s kevén, korog a hasa, kényesen fölmászik rám, jögök keservesen, a deszkánál is laposabb ranyom,
ledérkedéssel tönkre így teszem e bordéban, hol szállásunk vagyunk. Ajánlás. Vihar, fagy, dér, megvan a kenyerem. Így vesz az ember gubát az emel. Lóg rajtam, pénzit megéri velem, lotyó, kurati, passzolít nagyon. Ocsmányoké, egy ocsmány szerelem. Nincs emberségünk, hát ne is legyen e bordéban, hol szállásunk vagyunk. Vian egy fő témája a nőkön kívül a múló idő. És a kérlelhetetlen idő rombolása, romboló hatása a nő, mint az elmúlás szimbóluma több balladájában is megjelenik. Elég a ballada a hajdani idők dámáiról című művére, vagy a Szép fegyver Kovácsnéről szóló balladájára gondolunk. Mindannyian ismerjük a szállóigévé vált sorait, hol van már a tavalyi hó? Miért foglalkoztathatta Vionnt ez a téma ennyire mélyen? Itt is a középkorhoz kell visszanyúlnunk, ugyanis a középkorban az élet nagyon törékeny volt. Tudjuk, hogy az átlagos életkor 30 év volt körülbelül. Vion, amikor 30 éves kor volt, öreg embernek mondta magát, és éppen ezért a középkori embert rendkívül foglalkoztatta a múló idő, így Vion, mint a középkornak az emberét, ugyanúgy foglalkoztatta, és ezért több versében felidézi, és a főleg úgy ábrázolja a múló időt, hogy egy-egy idősödő nőnek a portréján mutatja be, amikor még fiatal volt, majd ahogy öregedett, és rendkívül plasztikus módon tudja ábrázolni ezt az időt. Persze nem ő volt az egyetlen, elődjei is voltak, Eustace Deschamps például ugyanúgy megénekelte a múló időt, azután a rózsaregényben is majdhogy nem pontosan így szerepel egy vénasszony. Megjegyzem, hogy a rózsaregény Vionnak a egyik kedvenc olvasmánya volt, és az egyik mintája egy gyönyörű versesregény, amit nem is olyan régen, 80-as években fordított le, egy Rajna Völgyi Géza nevű kitűnő fordító, aki egyébként munkatársam volt, amikor a Művelődési Minisztériumban operett hivatalnok voltam, és akkor Rajna Völgyi Géza akkor is, én a disszertációmat írtam a asztalnál, amikor nem voltak ott a főnökök, ő pedig fordított, úgyhogy mi nagyon jól megvoltunk egymással. És hát meg fogjuk hallani a következő versből, hogy mennyire érzékletesen tudta Vion ábrázolni az idős nőnek a panaszait. És a rózsaregényre még egy pillanat erejéig visszatérve, azt is mondják, hogy olyannyira szerette Vion, hogy kívülről tudta az összes sorát. És most hallgassuk meg Zsuzsa előadásában a ballada a hajdani idők dámáiról című művét. József Attila fordítása. Mondd, hol is van, mely földön is Flóra, a szép római dáma? Archipiada és Thaisz, hol az ő édes ménye, ánya? A folyón, tavon, ha kél a lárma, szólal, de hol is van Echo? Embernő túl szép volt az árban, de hol van a tavalyi hó? Hol van a tudós Eloáz, ki miatt herélt voltát bánta ez Bájár Péter? S Szent Döníz rendjében is szerelmét szánta, s a királynő,
hogy Duridan Szalinába volt parancsoló, hogy zsádba tessék, úgy kívánta. De hol van a tavalyi hó? Amelni Arenburg, Alice, nagylábú Berta, Beatrix, Balka, Lilium színű volt maga is, szűzanyám, hol van szirén hangja? És akit az angolok Ruanba megégetének, ő a jó, a Loren vidéki Johanna. De hol van a tavalyi hó? Ajánlás, herceg, hogy hol vannak így számra, ez idén firtatni se jó. Nehogy anóta újra járja, de hol van a tavalyi hó? Vion nem csupán költészete által vált híressé, hanem értelemszerűen most már azért sejthetjük, hogy nagyon kalandos és rejtélyekkel, misztikumokkal teli életútja miatt is központi szerepet játszik az irodalomban. Már az életében is legendává vált maga a költő, és mindez az irodalmi hagyatékában is nyomon követhető. Miért tartják Villont bűnözőnek, és mi ebből igazából a valóság? Hát, mint ahogy Villon valóban életében legendává vált, az is legenda, hogy bűnöző volt, valóban követett el bűnöket, de így, hogy bűnöző volt, ez nagyon leegyszerűsíti. Na most ő kétszer volt az akasztófa árnyékában. Először akkor, amikor egy Philippe Sermoin nevű papot meggyilkolt. Most ez úgy történt, hogy Villon egy barátjával ült egy templom előtt, és békésen beszélgetett, és ez a pap arra ment, és belekötött Villonba. Aki át akarta neki adni még a helyét is, de ő minden áron verekedni akart pap létére, és Villon akkor felállt, és ő pedig követte. És akkor önvédelemből Villon először egy kockakővel fejbe vágta, majd pedig elővette a nála mindig ott lévő kést, és leszúrta. Na most akkor a pap állítólag megbocsátott ott helyben, még mielőtt meghalt Villonnak, és Villon természetesen akkor letartóztatták, és akkor a Châtelet börtönébe. A Châtelet az most is létezik Párizsban, a Szajna partján, az volt régen, az volt a Franciaországnak a leghíresebb börtöne, és valamennyi főbűnöst oda zárták. Na most ilyenkor a gyilkos vagy a bűnöző írhatott egy kegyelmi kérvényt, Villon is ezt tette, írt egy kegyelmi kérvényt, és megírta a történetet, és a király megkegyelmezett neki. Tudni kell, hogy a középkorban ez bevett szokás volt, és volt olyan, hogy a király megkegyelmezett egy gyilkosnak, ha ő úgy gondolta, hogy megérdemli a kegyelmet, de egy olyan is volt, hogy egy tyúklopásért kivégezték. Tehát nem olyan nagyon követhető volt. Egyébként a francia középkori Franciaországban a bírók rendkívül eleményesek voltak a büntetésekben. Talán majd még lesz szó róla, de most már, ha már itt tartunk, elmondom, hogy tyúklopásért kezét levágták, ha valaki megcsalta a férjét, akkor beásták nyakig a földbe, vagy elevenen megfőzték olajban, stb. Majd még erről lesz szó. Tehát Villon megírta a kegyelmi kérvényét, és akkor a király megbocsátott neki, és ez volt az első, amikor akasztófa árnyékába került. A második teljesen ártatlanul. Egy barátjához ment, egy Rozsi nevű barátjához, és ott eszegettek, iszogattak, majd pedig, mikor
elhatározták, hogy haza kísérik Lyont, Ádmad, és akkor egy Ferbois nevű pap, egyházi személynek a háza előtt hallottak el, oda bent a kispapok körmöltek, és írták, másolták a kódexet, vagy bármit, és akkor az egyik, Villonnak az egyik barátja bekiabált az ablakon, és szidalmazni kezdte ezt a papot, mire kiözönlöttek a fiatal papok, és akkor egy óriási verekedés volt, és akkor elfogták Villont, és mind a hármat, álmukat, kettőt ebből ki is végeztek, szintén ártatlanul, és akkor ő megint bekerült a Sade börtönébe, és hát ott írta állítólag a legismertebb versét, az Akasztottak balladáját, és hát az Akasztottak balladájának a keletkezési körülményei érdekesek. Ül a börtönben, és visszaemlékszik a régmúlt időkre, majd eszébe jut, hogy látott többször felakasztott embereket, akik bitófán lógtak hetekig, hónapokig. Tudnék, a középkorban ez is szokás volt, hogy akit elítéltek és tehát halálra ítéltek és felakasztottak, azokat hetekre, hónapokra kitették az akasztófára, és a elrettentő példaként természetesen, és Villon ezekből sokat látott. És akkor még eszébe jutott, ez a Montfaucault-i bitófa volt a leghíresebb Párizsban, és akkor még eszébe jutott, jutottak a haláltáncok, amit viszont a Párizsnak a legnagyobb és legrégibb temetőjébe, az ártatlanok temetőjében látott. Ő oda sokszor volt, és megmaradtak ezek az emlékek. Pedig az ártatlanok temetőjében volt egy nagyon-nagyon-nagyon híres és nagyon régi a legelső haláltánc ábrázolása. A haláltánc az egy verses énekkel kísért történet volt. A halál a táncba vitte a méltóságokat, a nagyságokat, és a Villon látta ártatlanok temetőjének a falán ezt a híres haláltánc rajzokat, és mindegyik alatt versben ott volt a vers, és akkor megszólította a halál, az első képen megszólította a császárt és a pápát. És akkor azok mondták, hogy ők még nem akarnak meghalni, és aztán leírja, hogy miért kell mégis meghalniuk. Azután megszólította a iparost, azután még a csecsemőt is vel is beszélgetett, hogy hát most már meg kell halnod, bár nagyon fiatal vagy. Tehát ezek ilyen verses történetek voltak, és Villon erre emlékezett. Egyébként ez az első haláltáncnak most ebben az évben ünnepeljük idézőjelben, 600. évforduló, pontosan 600 évvel ezelőtt született ez a haláltánc a temetőben, és hát Villon erre is emlékezett, és van egy kutató, Jean Favier-nak hívják, és azt mondta, hogy Villon nagy testamentuma, az egész egy haláltánc, és valójában azt hiszem, hogy igaza is van. Tehát akkor őt halálra ítélik, és akkor most már biztos abban, hogy ki fogják végezni, és akkor megírja ezt a Akasztottak balladáját. De ugyanakkor két kegyelmi levelet ír, és ír a királyhoz, biztos, ami biztos, és mind a kettőben ugye, folyamodik, és megírja, hogy ő most ártatlanul ül a börtönben, és újra megkegyelmez a király, és akkor de kitiltják
10 évre Párizs városából. És ekkor tűnik el Villon, és attól kezdve semmit nem tudunk róla. Ami még érdekes, hogy a Villon legenda úgy is szól, hogy volt egy utóélete, például Arsène Rabelais megírja, hogy Villon nem haltam meg, hanem a király udvarában színi előadásokat tartottak még, és hát ennek annyira kell ezt a Rabelais történetet. Egyébként komoly kutatók is elhitték, de hát annyi igazságtartalma van, mint az, hogy ugye Gargantua a Notre-Dame tornyából lepisílte a várost, és az elárasztotta, és 700 ember halt meg. Tehát voltak éppen Rabelaisnak, így tessék hinni. Tehát a Villon kitiltották, és akkor eltűnt, de az akasztottak balladája az megmaradt. És hogyha jól tudom, akkor ez a két kérvény, amit Villon beadott, ez két külön néven futott, és külön néven adta be, úgyhogy innen sem tudtuk visszavezetni azt, hogy igazából a költőt hogy hívták. És akkor most hallgassuk meg ezt a híres balladát. Epitáfium, melyet Villon szerzett magának és társainak, időn akasztásukat várták. Nézőgető fordítása. Testvéreim, kik még a földön éltek, szegény fejünkre nem mondjatok átkot. Ha bennünket keményen nem ítéltek, irgalmaznéktek, mennyeljetjátok. Én 5-6-unkat itt akasztva láttok, már többet szikkat tetemünk soványon, mi oly hiába töntünk nagy zavákon, por és hamu lesz testünkből. Az emlék. Ne kuncogjatok ilyen pusztuláson. Kérjétek inkább ránk az Úr kegyelmét. Testvérek, hogyha szavaink elérnek, ne húzzátok el cintorokba szátok, hogy törvény sújtok. Jól észbe vegyétek, nem minden ember bölcselmével áldott. Illendő az, ha holtnak megbocsátok. Kövessétek meg, Isten is megáldjon a szűzkiát, ott túl a más világon, hogy győzzene a poklok gyökrelni. Porunkban már szikunk felénk ne szálljon. Kérjétek inkább rám az Úr kegyelmét. Napszítva vázunk, egyre feketébb lett, csapó esők lúgos levében ázott, a hollók szalkák szakállunkba téptek, csupáltak csők és szemünkbe vágott. Nem nyughatunk meg, járjuk itt a táncot, inogva, lengve, mint halanga lábon, eltűrve, hogy minden szél megciváljon, s madárhada képünk ragyásra vennék. Legjobb, ha meg se fordultok e tájon. Kérjétek inkább ránk az Úr kegyelmét. Ajánlás. Jézus herceg, ti Úr vagy a világon, segíts, hogy lelkünk poklókat ne láss. Tekints kegyesen szívünk töredelmét. Jó emberek, már gúnyotok ne bántson. Kérjétek inkább rám az Úr kegyelmét. Utolsó témaként pedig beszéljünk egy picit Villon magyar fordításairól. Nagyon sok fordító tollából ismerhetünk műveket, elég itt Mészöly Dezső, Szabó Lőrinc, Vas István, Faludi György, József Attila fordításaira gondolunk, és értelemszerűen mindegyik fordító egy picit a saját stílusát, egy picit a saját értelmezését is belevitte ezekbe a művekbe. Mint ahogy a fordítási munkák során ez előfordul, néha fordítási hibákkal vagy félrefordításokkal is találkozhatunk. Ezek befolyásolhatják az eredeti szövegnek az értelmezését, illetve a hangulatát is módosíthatják, és ahhoz, hogy
megértsük, hogy ezek a félrefordítások, ezek mennyire befolyásolják az eredeti mondani valót, ahhoz mindenképpen arra van szükségünk, hogy ezeket elemezzük, és picit mögé nézzünk, hogy a fordító saját véleménye, vagy a témával kapcsolatos háttértudása, vagy irodalmi eszköztára, az milyen mértékben van jelen a fordított műben. Vion esetében ugye arról beszélhettünk, hogy Faludi György volt az, és a Faludi György féle átköltések azok, amelyek igazán népszerűvé is ismerté tették őt Magyarországon, és ez kétségkívül egy nagyon nagy szerepe volt ebben. Viszont ezek a fordítások elég sok szakmai kritikával lettek végül ellátva. Miért és hogyan hamisította meg Faludi György Villont? Igen, még mielőtt erre válaszolnék, azt is szeretném megjegyezni, hogy nem csak Faludi meghamisította, de a Villon fordításoknál a egyik legjobb fordító Mészöly is volt, amikor mellé fordított, és például azt is hibájául rovom fel, hogy volt olyan, hogy a szegény Villon, a francia, francia szövegben úgy van, hogy az én szegény Villon, és ezt a fordításban nem adta vissza. Tehát az, hogy Villon mindenütt szegény Villonnak nevezte magát ezekben a versekben, és Mészöly több helyen is másképpen adja vissza ezt a sort, az azt jelenti, hogy nem vette figyelembe, hogy ez egy nem véletlenül szerepel a szegény Villon ott. Tehát ez arra utal, hogy és ebből azt leszűrni, hogy egy költő fordításánál mindenképpen ismerni kell azt, hogy mi a szándéka a költőnek, és a legapróbb részletekig ismerni kell a költő életét ahhoz, hogy minden árnyalatát visszaadja. Mészöly, aki tökéletesen ismerte Villont, ebből írta doktori diszertációját is a témából írta, két kötete, fordítás kötete és számos tanulmánya, apró, nagyobb tanulmánya is jelent meg. Tehát ezt például ő nem vette figyelembe, megfeledkezett róla. Máshol pedig rosszul értelmezte a Villoni verset. Ugyanúgy van egy vers, ezt most fejből természetesen ófranciául nem tudom idézni, de van egy olyan versszak, ahol Süpek Otto is lefordította, és Mészöly is lefordította, és az két sornál az egyik, másik két sornál pedig a másik fordította félre. Úgyhogy ilyen dolgok is előfordultak, de Faludira a kérdésre válaszolva, Faludi teljességgel meghamisította Villont. Hozzá kell tennem, hogy Faludinak köszönhetjük egyáltalán, hogy Villon Magyarországon ennyire népszerű. Egy mi Villon kultuszt teremtette akkor, amikor megjelentette a átköltéseit. Ő maga is átköltésnek nevezte, és ő maga is azt mondta, hogy a Nagy Testamentumból kettő sor Villoni, a többi az övé. És ami nagyobb baj az, hogy ő azt mondta, hogy az ő versei jobbak, mint Villoné. Mondjuk egy fiatal költőnél ezt mondjuk el lehet még nézni, azt viszont már sokkal kevésbé, hogy azt is hozzátette, hogy az ő fordításai tökéletesen tükrözik Villon korát, és Villonnak a szemléletét is. Hát ez a kettő az, ami nem igaz, egyik sem. És hát erre konkrét példákat is fogunk mondani, hogy hogyan hamisította meg Villont, és majd még talán, hogyha... Thank you.
nem keresem, majd Zsuzsa el fogja mondani ezt a két verset, és akkor annak kapcsán még azért majd beszélgethetünk még róla. Akkor hallgassunk meg most részleteket Mészöly Dezső és Faludi György fordításából. Tehát részletek Villon verseiből. Rövid részletek. Mészöly. Én Istenem, ha tanulok bolond ifjúságom korában, a jó úton elindulok, most volna házam, puha ágyam. De még más ült az iskolában, terülten én, komikének. Még ezt leírom, bánatában szívem, bajtól megmennek. Falu. És bár a nőknél sok babért adattam, a vágy bőrömbe csontig harapott. Az én könyvekhez is csak hű maradtam, és elnyertem a doktor kalapot. És akkor a magam lábára álltam, s úgy éltem már, hol vígen, hol boron, akár csak most. És nyelvem a vitában minden tanárt megverd a szorgonon. Egy Mészöly fordítás, levél Bourbon hercegéhez. Én jó uram, tündöklő hívű herceg, liliomos pajzsú királyi vér. François Villon, ki munkában gebed meg, s ki több pafont kapott akárkinél, alázatos levélben arra kér, adj néki holmi kölcsönt kegyesen. Törvény előtt az esküt leteszem, hogy vagyonában nem valkárt kegyelmet, szabadnak állok tisztességesen, semmit sem vesztesz el, csupán tömelmed. Faludi, levél, melyet François Villon mester, mikor nem volt már egy büdös vasa, így írt Jehan de Bourbon herceghez. Tisztelt uram, fenség vagy mi a fene, bevezetésül fogad üdvözletem. Bár nem vagyok ficsúr, kit a babája fésül, sem gróf, aki a népet nyúzza, sem monszinyor, ki hintón jött az égből, nevem Purtán Villon. Szeretőm utcalány, úgy hívják Mérián. És én eddig néhány verset írtam, persze csak úgy privát gyönyörűségből. Már különben pedig boldog vagyok, hogyha vasárnap nem látok papot. Látjuk, hogy köszönő viszonyban nincsen Villonnal a Faludi fordítás. Még annyit befejezésül megjegyeznék, hogy ugye az első részletben azt írja Villon, hogy tanultam volna hajdanán. Na most ez egy félrevezető sor, mert ő tanult voltak éppen, licenciátus szerzett, csak nem doktorált le, ami a megélhetését biztosította volna. Tehát ő pontosan az a probléma itt, hogy nem doktorált. Faludi pedig azt mondja, hogy doktorátus szerzett. Tehát csak ennyit élethű fordításhoz. Köszönöm szépen. És akkor még talán annyit, hogy a fordítások kapcsán, hogy természetesen vannak ilyen jellegű félrefordítások is, és vannak olyan fordítások, amelyeket a magyar nyelven nagyon nehéz lenne átültetni. Ilyen például, amikor a kereszt nevével kapcsolatban ír a költő, és azt mondja, hogy François Villon, és ugye a François abban az időben a franciát is jelentette, nem csak a Ferencnek a francia verziója is volt, és ebben az esetben ugye ő mind a kettőt sajnálta. Azt is sajnálta, hogy ő François Villon, és azt is sajnálta, hogy francia városból származott. Akkor most az itt megjelent kedves vendégeinkhez fordulnék. Esetleg van-e valaki, akinek ezzel a témával kapcsolatban van-e kérdése a szerzőhöz? Ezek szerint én mindent megkérdeztem. Hát
én megköszönöm, hogy nem kérdeznek, mert pontosan letelt az időnk, úgyhogy nagyon megköszönöm a türelmüket és a figyelmüket. Hát akkor a különleges délutánunk végéhez érve nagyon nagy szeretettel köszönjük meg mindenkinek, aki részt vett Magyar Miklós Én szegény Villon című kötetének a bemutatóján. Bízunk abban, hogy egy új megvilágításba sikerült helyeznünk a beszélgetés során Villont, a középkori költőt és munkásságát, és reméljük, hogy felkeltettük az érdeklődésüket annyira, hogy még mélyebben belássák magukat Villon és Magyar Miklós műveinek varázslatos világába. Én szeretném megköszönni Hol Zsuzsának ezeket a lenyűgöző előadásokat, hogy megidézte Villont ma délután, és a versenynek a hangulatát ide varázsolta. Köszönjük szépen, és szívből köszönöm a meghívást és a beszélgetést a szerzőnek, Magyar Miklósnak. További szép estét kívánunk!